Készül a krumplis lángos tésztája nagymányoki módra. Emellett az ide érkezők bográcsaiban főtt a paprikás krumpli, és az asztalokon készültek a sósságok és édességek, melyeknek közös vonásuk az volt, mindegyik alapanyaga a krumpli. A székely konyha tucatjával ismeri ezeket a recepteket. Mi bukovinai székelyek ezt megszoktuk, hogy pityóka. Az öregeknél ez egy olyan hagyomány volt, mert mindenhez lehetett használni. Csak egy kicsi ilyet, vagy szalonnát, vagy akármit hozzátettek, meg kijött belőle a kaja. Hát aztán itt ide is elhoztuk mi, ugye bukovinai leszármazottak vagyunk, és bizony olyan hét nincs, hogy ne legyen kétszer legalább valamiféle burgonya ételünk. Ezeknek az ételeknek az a nagy előnye, mondják a háziasszonyok, hogy nagyon gyorsan asztalra lehet tenni, és általában nagy is a keletje. Az örök kedvenc paprikás krumpli elkészítése pedig a férfiak dolga volt. Egy szegény embernek a paprikás krumpli az mindig eledele volt, és most egyre több szegény lesz, úgyhogy lesz több paprikás krumpli, szerintem. És a főétel után következhetett a fánk, amiről azt mondják az asszonyok, jobb, mint egy torta. De az is igaz, hogy ma már a fiatalok nem szívesen állnak oda sütögetni. Még nagyon nem törekednek, hogy ezt a receptet, hát majd ezután, mikor megérik azt, hogy na most gyerekek vannak, és ezt muszáj sütni. A főzés és a közös együttlét a jó kedvet is magával hozta. A nagymányoki székelyek meghívásának ezúttal 8 székely csoport tett eleget. A zsűri értékelési alapján az ételversenyben a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete bizonyult a legjobbnak.